Sziasztok! Ma három italt fogunk nektek elkészíteni húsvét alkalmából. Készítünk egy tojáslikört, egy írkrémlikört és egy narancslikört. Kezdjünk is hozzá az elsőhöz. A tojáslikörhöz többféle összetevőre lesz otthon szükségetek. Először is 150 g porcukor, 200 ml habtejszín, lehetőleg 30%-os, illetve 3-5 dl 3,5%-os tej. Itt a másik oldalon pedig 150 g porcukrot mértünk ki, illetve 5 darab tojásnak a sárgáját fogjuk használni, és ezzel el fogunk kezdeni egy krémet készíteni a tojáslikörhöz. És a lényeg? Az nem más, mint amit használni fogunk alkoholt, egy jó képességű fehér rum. Ebből fogunk használni megközelítőleg 250 ml-nyit. Első lépésként a tejet fogjuk az edénybe adagolni. Meg lehetne oldani hidegen is az italt, viszont a tojás fertőtlenítése miatt használnunk kell forrásban lévő tejet is. Hozzáadagolom a tejszínt. Belekeverjük a cukrot. És amíg szépen ez összemelegszik, addig előkészítjük a vaníliarudat. Nagyon friss 100% bourbon vaníliát fogunk használni, amit először ketté vágok, majd utána a magokat ki fogom kaparni belőle. Ugye, ezek tartalmazzák az igazi vanília ízt, és ezt fogjuk hozzáadni. Folyamatos kevergetés mellett az összetevőket összeforraljuk, majd eközben elkészítjük a tojás sárgáját. Most szépen elkeverem. Nagyjából elkészültünk, hogy milyen állagot kéne ennek varázsolni, azt úgy tudom csak megmutatni nektek, hogyha egy picit fölfogom, kicsit fölviszem ennek az edénynek a szélére. Látjátok, hogy elég könnyedén mozog. Ez az az állag, amit kerestünk. Úgy néz ki, hogy mindjárt felforra te is. Szépen apránként hozzá fogjuk adagolni a tojás sárgájához. Nagyon fontos, hogy szervírozás előtt vissza kell hűteni ezt az italt, illetve hűtőben kell tárolni legalább 24 óráig, hogy az összetevők összeérjenek. Ez a fajta pohár szerintem elbír egy olyan másfél deci italt, annyit nagy, jó? 28 centiliter, 1 deciliter, nyugodtan maradhat a peremény, a pohár pereméttől egy ilyen 1-2 centi. Így azért még valamennyire ízléses. Nehogy a nagypapa megvaduljon.